És itt van, amit ígértem nektek. Nem Steve, nem Alex, mégis egy karakter változata. Azt nem spoilerezem el még, hogy milyen kapcsolata van a másik karakterrel, ugyanis az a rendkívül izgalmas storytime-unkban kiderül. Ma Entity 404-et hoztam el nektek. Ezen kívül is lesz még két változat, amiről én tudok, tovább nem kell aggódni, lesz még itt teória bőven és nem monoton módon. Mindig próbálok olyan részeket gyártani nektek, hogy ne egymás után legyen ugyanaz. Viszont ne húzzuk tovább az időt, ugyanis gondolom nagyon várjátok mind a videóelemzés, mind a storytime részét a videónak. Képzeljétek el, hogy a mai nap már nem Múz, Sárk és Ariel tart velünk, hanem Logdocib ma a mi emberünk, aki azon volt, hogy megtalálja ezt a bizonyos karaktert, de utána úgy gondolta, hogy inkább hagyhatta volna a dolgot. Hát akkor találjátok ki, hogy kedves vagy gonosz teóriáról van-e szó. Na kezdjük! A videó elején Logdocib két táblával találkozott, ami azt feltételezte, hogy a falu legmagasabb épülete az Entity 404 tulajdonában van. Na hát miért is ne nézte volna meg? És itt volt a bejárat előtti tábla. Rendben, menj be, de figyelmeztettelek. Ne lépj be. Hát persze, hogy belépett. De ezért szerintem még én is beléptem volna, amit Logdocib kapott. Csomó enchantolt cucc, alma, kaja. Ez nem úgy nézett ki, mintha Entity 404 szentélye lett volna, hanem azért, aki fel akart készíteni egy olyan bátorharcost, aki szembe mer szállni Entity-vel. A pontos leírás szerint Entity 404 250 HP-val rendelkezik, képes skeletonokat és különböző harcosokat spannoltatni, Vidert is idézni, ami 2 percig él. És az a durva, hogy Entity 404 ez nem egy szabad karakter, ugyanis tojás segítségével lehetett leszpannoltatni. Olyan, mintha fogságban lenne, és mindig csak akkor tudjuk megidézni, ha mi tesszük szabaddá. Logdocib elvonult egy olyan helyre, ahol azért nem robban fel minden élő, és utána lerakta a karaktert. Úristen, na ez mi volt? Lehet nem sebzett sokat, de amúgy tök jól nézett ki. Ezen kívül látható a rengeteg skeleton, amik sokszor vagy egymás harcolnak, vagy Entity-t lövik. Skeletonok mindig olyan okosak, mint egy zsák krumpli. Na és ez mi? Egy Entity horda, amik kezében kard van? Na jó, van, ez egyre furcsább. 2-3 perc után végre sikerült legyőzni a szörnyet, amiért Logdocib kapott 4 halhatatlanság totemet, 1 végzett csillagot, 51 gyémántot és 22 smaragdot. De miután talált egy menzsönt, megtalálta újra az Entity hordát. Tehát tudhatjuk, hogy igazából Entity 404 a harc során nem halt meg. Most akkor halhatatlan, és amikor megöljük, mindig a menzsön főhadiszállására tér vissza? Ki tudja? Minden esetre találkozott megint a kardos entitikkel, amik kis hián ki is nyírták videós haverunkat, majd ismét találkozott a főbosszal. Eleinte gyengének és ártatlannak tűnt, de utána csapda! Megjött a rakász zombi szintúgy kardokkal, ami most már elég nagy bajba sodort a Logdocib barátunkat. És megidézése került a Vidör is, ami meg kinyírta a saját teremtőjét a nagy csatározások közben. Úristen, mi folyik itt? Szóval ebből a videóból az szűrhető le, hogy akármennyire gyengének és ártatlannak látszik az Entity 404, valójában halhatatlan. Hatalmas erőkkel rendelkező karakterről van szó, aminek fő képessége a gonosz erők megidézése. Na de most következzék a story time. Az Entity 404 kinézetéről több feltételezés is van. A legtöbb ember szerint úgy néz ki, mint ahogy Logdocib videójában láttuk. Viszont van egy ilyen megjelenés is. Entity 404 valódi neve William Entity. Mi van, ha alakváltó is tud lenni? Ha ezt a kinézetet is látjuk, akkor egyből tudnunk kell, hogy ez valójában Entity 404, csak William Entity kinézetben bújdosik. Sokan azt sebesgetik, hogy Entity 303 apja. Ehhez fűződik is egy történet. Történt egy nagy szerencsétlenség akkoriban, ami örökké megváltoztatta Entity 303 életét és Entity 404 életét is. Egy baleset következtében hunytak el a szülők, Entity 303 meg egyedül maradt. Miután nem volt képes belenyugodni a tragédiába, elment szülei sírjához. Ott változott át Entity 303 má igazából. A düh hozta ki belőle igazi énjét. Különleges képességei közt volt az, hogy képes volt a tudatával irányítani a lelkét. Ennek következtében az volt a célja, hogy lelkét az apja testébe helyezze, akit remélhetőleg fel tud támasztani, ha már az édesanyját nem tudta. És sikerült. Immáron az Entity 404-nek nevezett édesapa egy különleges kinézetet öltött, de mivel még az emberek között akartak élni, megöltek egyet közülük, hogy átmenjen az ő testébe, amit majd akkor használt, ha a városban tartózkodik. Ezek után az apa és fia orvadásznak állt be, hogy megélhessen. Olyan embereket öltek meg, akikért nagyon sokat fizettek. Mi van akkor, ha a megöltek testébe is be tud bújni? Ki tudja, lehet mai napig is köztünk jár Entity 404. Remélem tetszett a 34. rész is. Nem kell sokat várni a különleges részhez, ugyanis a jövő héten már jön is. Ehhez zsombejfanok el kell érni a 3500 lájkot. Nem szoktam like célt mondani, de a következő rész egy nagyon nagy durranás lesz. Szóval, ha tényleg tetszett és szeretné még folytatást, mindenféleképpen dobja videóra egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára, amit nagyon köszönök, és csapd rá a mellette levő csengőre is, hogy erre a következő különleges teóriára is kapj értesítést. Valamint kövessetek be Instagramon, zsombejhd néven megtaláltok, érjük el a 4000 követőt. Aki bekövet, arra visszaírok Instagramon. Is. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, zsombejfanok, és találkozunk a legközelebbi király videóban vagy élőadáson is. Sziasztok!